Fejezze be a magyarok Európai Unió ellenes hangolását a kabinet. Ezt követelték kedden a liberálisok. Ifjabb Lomnici Zoltán, akit a párt kormánypárti civilnek tart, úgy véli, Brüsszel költségvetési terrorra készül. Az alkotmányjogász az Európai Parlament egyik előterjesztésére gondolt, amelyet a jövő héten fogadhatnak el. Ekkor tárgyalnak ugyanis az Európai Uniós támogatásoknak a jogállamiság helyzetéhez kötött felfüggesztéséről, vagy a kifizetési határidők megszakításáról. Bár Lomnici szerint ez önkényes forrás megvonást jelenthet. A liberálisok úgy vélik, idézem, az Unió nem tűri tovább a Fidesz számok futását. A párt szerint a kormány nem tartja be az EU szabályait, és Brüsszel ellen uszít. Bősz Anett, a Liberálisok Országgyűlési képviselője a vendégem, kezét csokolom, jó reggelt kívánok, idén még nem találkoztunk, boldog új évet önnek. Miért érzik mindezt így? Külön sajtótájékoztatót tartott, a külön fontosnak tartott, hogy ebben az ügyben megszólaljon. Nagyon hosszú ideje beszélek arról, hogy jelen pillanatban Magyarország még a koppenhágai kritériumokat sem teljesíti, vagyis hogyha most kérvényeznék az Európai Unióba való felvételünket, akkor ezt elutasítanák. Szerintem ez rém kínos akkor, amikor az Európai Uniós tagságunk 15. évében járunk, és 8 éve szisztematikusan épülnek le a jogállami normák, a demokratikus intézményrendszer, nem érvényesül az egyenlő méltóság és az egyenlő bánásmód elve, és ezzel szemben, amikor az Európai Unió, mondom én liberálisként, hogy végre valahára igyekszik találni egy eszközt annak érdekében, hogy minden tagországgal érvényesítse a jogállami normákat, minden tagországban az állampolgárokra azonos jogok vonatkozzanak, akkor a kormány úgy reagál erre, a magyar kormány, hogy egy újabb hadjáratot indít a sajtón keresztül az európai közösség ellen. Ez elfogadhatatlan. Ugyanakkor mindig egy kérdés az, hogy ilyenkor kit büntetnek meg, tehát a sargentini jelentéssel kapcsolatban is ugye volt egy dilemma magyar közéletben, magyar sajtóban is, hogy akkor valaki azt mondja, hogy Orbán Viktor kabinetjét vagy kormányát büntetik, a másik oldalon, hogy minden magyar ember, de hogyha forrás megvonás van, hogyha nem kap egy ország pénzt, akkor az megbünteti önt is, az édesanyját is, engem is, az én édesanyámat, akkor nem Orbán Viktor büntetik meg, akkor mindenki, tehát az mindenkinek rossz. Igen, mi ezt nagyon hosszú ideje hangsúlyozzuk a liberálisokkal, hogy fontos az, hogy ne a magyar társadalmat büntessék, ugyanakkor a magyar kormányt bírják rá arra, hogy valamilyen módon térjen vissza egy európai kormányzás. De éppen most mondta, hogy Brüsszelnek ez egy eszköz a kezében, a forrás. Tehát, hogy kiosztja a forrást, vagy nem osztja ki. Hadd kérdezzek valamit, ha ön most ebben a pillanatban Európa parlamenti képviselő lenne, és ott áll ön előtt az a két bizonyos gomb, igen vagy nem, akkor mire szavazna? Egyértelműen igennel szavaznék, mert bíznék abban, hogy ez egy eszköz annak érdekében, hogy a magyar állampolgárokra tényleg ugyanazok a szabályok legyenek érvényesek. Az, hogy az állam kontra állampolgár viszonyban ne sérüljön a magyar állampolgár, hát hiszen mi is Európai Uniós állampolgárok vagyunk, és én a sargentini jelentés kapcsán is azt hangsúlyoztam, hogy ez a jelentés nem a magyarok ellenében, hanem a magyarokért született. Ezt fontos észrevenni. Még egyszer, ha tisztázzam, tehát ha az a kérdés, hogy vonjanak meg forrásokat, uniós forrásokat Magyarország, akkor igen vagy nemnél ön az igenre szavazna. Én bízom abban, hogy ezek időleges forrás megvonások. Értse ezt úgy, hogy amennyiben az ország visszatér abba a mederbe, ahol a jogállami normák érvényesülnek, ahol újjáépül a demokratikus intézményrendszer stabilitása, hiszen a napokban kerültek elfogadásra közigazgatási bíróságok, amelyek gyakorlatilag a hatalmi ágak szétválasztását is megbontják, és az igazságszolgáltatás egy jelentős szeletét áttolják a végrehajtó hatalom, vagyis a kormányzat alá. Ez teljesen abszurd. És erre az Orbán kormány változatlanul azt válaszolja, hogy itt minden rendben van ebben az országban. Ez a fajta kommunikációja teljesen egyértelmű. Köszönöm szépen, hogy elmondta. Utoljára kérdezem meg egy teljesen konkrét igennel vagy nemmel, hogy tényleg jól értsem. Ha ebben a pillanatban a mostani forrás megvonásról lehetne szavazni Magyarország felé, Brüsszel által igen vagy nem, akkor ön a forrás megvonás mellett szavazna? Tehát arra mondaná, igent. Én igent mondanék, és bíznék abban, hogy ez jó politikai és társadalmi folyamatokat indít el Magyarországon. Rendben van, de az a forrás megvonás, az még egyszer mondom, önt is érinti, az ön édesanyját és az enyémet is, mindannyiunkat, minden kedves tévénézőnket. Ebben önnek igaza van, de még egyszer szerintem itt az Európai Unió egy olyan döntés előtt áll, amiben még európaiként megőrizheti Magyarországot, vagy visszaterelheti egy európai útvonalra ezt az országot.
országon, és annak érdekében cselekednék, bízom én ebben, mint mondjuk egy elképzelt európai parlamenti képviselő, hogy végre valahára a magyarokkal szemben is ugyanazokat a játékszabályokat betartja a magyar állam, betartja a magyar kormány. Jelen pillanatban itt tisztázatlan viszonyok közepette működünk, és olyan viszonyok közepette működünk, ami nem való az Európai Unióba. Innentől kezdve ez egy olyan véscsengő szerintem, amiből a magyar kormánynak értenie kell, és abban is bízom egyúttal, hogy a magyar kormány erre úgy reagál majd, hogy rendben van, értettem, visszatérek abba a kerékvágásba, amiben egyébként egy európai ország. Csak röviden lát erre esélyt, a magyar kormány nem egy ilyen meghátrálós kormány mostanában. Nem egy meghátrálós kormány, éppen ezért bízom abban, hogy ennek egyenes következménye lesz az is, hogy a magyar társadalom felé el tudjuk mondani, hogy ennek a kormánynak a leváltása lehet a garancia arra, hogy a jogállamot helyre tudjuk állítani, föl lehet építeni itt egy új magyar köztársaságot és a demokratikus intézményrendszer stabilitásán keresztül. Végre valahára tényleg európai polgároknak érezhetik magukat a magyarok, ugyanúgy pedig megkapnánk azokat az Európai Uniós forrásokat, amik egyébként meg is illetnek bennünket. Mindvégig a problémákat sorolja, elmondaná, hogy miket tart mondjuk akár toplista szerint, vagy dobogó szerint, hogyha már egy egykori sportolóval beszélek, a legfontosabb problémáknak, ugye a bíróságok helyzetét említette. Így van, de hát ugye a rabszolgatörvények kapcsán említettem azt nagyon sokszor, hogy itt alapvetően a munkavállalók méltóságának és a jogainak a sérelme áll az első sorban, és az, hogy ebben az egész kormány szemlélete megjelenik, hogy itt az ember nem fontos. Itt az a fontos, hogy én milyen érdekeket tudok érvényesíteni, mint kormány, akár erőből is. Ez így nem megy. Ugye a jogállami normákon belül, illetve mondjuk azt mondom, hogy egy köztársaságban az a normális, hogy az állam tesz azért, hogy az állampolgárok jogai minden esetben érvényesüljenek, és ezekért nekik ne kelljen megküzdeni. Ugye itt a tüntetés sorozat arról szól éppen, hogy mi a kormányt egyre keményebb eszközökkel figyelmeztetjük arra, hogy jelen pillanatban a gyengébbek, akik nem képesek az egyéni jogérvényesítésre, azok elesnek bizonyos jogosítványoktól ebben az országban. Ez társadalmi csoportok szintjén éppen ugyanúgy igaz, mint egyéni szinten, és ez az, ami nem mehet így tovább. Szól a Fidesz kormányzás. Nagyon sok minden megváltozott a tüntetés sorozatok mellett, például az, hogy ön például olyan emberekkel áll színpadon, ami gyakorlatilag fél évvel ezelőtt vagy egy évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt. Szokja az új szerepet, vagy könnyű volt hozzászokni, hogy például egy jobbikos képviselő előtt, alatt, után szólal fel, ad interjút, együtt mosolyognak? Én bíztam abban, hogy előbb-utóbb bekövetkezik az a szakadás, a szélsőséges jobbik, illetve a néppártosodás útján elindult jobbik között, ami be is következett a Mi Hazánk mozgalom kiválásakor. Minden esetben figyelmeztetem ezt a pártot, amennyiben még marad olyan ember, aki szélsőséges megnyilvánulásokat tesz, vagy olyan módon politizál, ami nem elfogadható, akkor én mindig szót emelek, és bízom abban, hogy egyébként erre látok is esélyt, hogy egy olyan józan konzervatív párt kialakuljon a Jobbikból, amivel egyébként már lehet együttműködni. Ez szerintem egy fontos előrelépés, és egyébként megjegyzem, hogy valóban ez most egy társadalmi igény is, hát hiszen az, hogy mi 8-an együtt ott tudtunk állni, szocialisták, szociáldemokraták, zöldek, a liberálisok a színpadon, az elmúlt tüntetések során, az szerintem egy nagyon fontos lépés. Szűk egy percünk van, de nem, egyszerűen nem hagyom ki, nem tudom kihagyni, ez a civil érdeklődésem. A Magyar Televízió székházában nagyon sok dulakodás volt. Erről pedig lehet tudni, hogy egyrészt 8 évig volt a magyar judó válogatottnak a tagja, kétszeres magyar kupa győztes, ugye magyar bajnok az U23-as kategóriában. Önt semmilyen módon, semmiféle dulakodásban, semmiféle verekedésben, lögdösödésben nem látok. Ez tudatos volt? Abból adódott, hogy a harcművészeket, ha jól tudom, vagy küzdősportokat tanulókat arra tanítják, hogy soha semmilyen módon fizikai erejüket, taktikai képességüket ne használják? Én elsősorban azt céloztam meg, és ezt be is tartottam végig, hogy amennyiben interakció van köztem és a Magyar Televízió dolgozói közt, az minden esetben szóban történjen, és ne forduljon dulakodásba. Egyébként például hallhatóak is az én élő bejelentkezéseimben, amikor Hatházi Ákos bántalmazó biztonsági őrökkel kommunikálok, és elmondom, hogy ez egyébként, amikor mondjuk megmosolyogták azt, amit mi ott csináltunk a tévészékházban, akkor figyelmeztettem őket arra, hogy ez egyáltalán nem egy vidám nap számukra, és egyáltalán nem biztos, hogy megőrizhetik az ő munkájukat. Szóval
szerintem ezek a szóbeli figyelmeztetések sokkal fontosabbak. Időnk lejárt, lett volna még kérdés, de eddig tartott. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.